Első alkalommal szerveztek Jászárok szálláson kenyérsütő versenyt. A Petőfi Művelődési Ház kezdeményezésére az önkormányzat támogatásával életre hívott megméretetéssel is kapcsolódtak az augusztus 20-ai nemzeti ünnep apropóján tartott rendezvényekhez. Meghirdettük ezt a felhívást itt a településen, hogy helyi lakosok részére várjuk azon érdeklődőket, azon kihívást keresőket, akik szeretnének ebben részt venni. A meghirdetett határidőig végül 7 kenyér érkezett a zsűrizés napjáig a Művelődési Házba. Jászárokszállási nevezőket vártunk a versenyben, az volt a feltételünk, hogy helyiek legyenek, és félkilos cipókat, félkilos kenyereket vártunk. Természetesen házi készítésű, saját készítésű kenyereket vártunk. A receptúrát nem kértük el, de egy megnevezést, egy megjelölést, hogy miből készül, milyen alapanyagból, vagy mi a fantázia neve, azt kértük a kenyérhez. A beérkezett cipókat szakmai zsűri értékelte augusztus 16-án Csécsei Tamás Pék, Támbáné Szabó Mária nyugdíjas pedagógus háziasszony, valamint Petes Alajos séf szakoktató értő bírálatára számíthattak a nevezők. Nem csak az ízvilágot, de a kenyerek formáját, állagát, tetszetőségét is vizsgálták. A zsűri elnöke azt reméli, hogy idővel egyre többen kapnak majd kedvet a nevezéshez. A kenyér az egy nagyon fontos élelmiszer, és hát Jászárokszálláson is minden ember szereti. De én úgy látom, hogy egy kezdet elindult, és ahogy a birkafőző verseny is kiteljesedett 25 év után, ebben is reménykedünk, hogy egyre több jó kenyeret sütnek majd. Hagyományos és különleges ízvilágú kenyerek egyaránt érkeztek. Kovászos kenyér, élesztővel készült kenyér, különleges kenyér is volt, amelyben ugye mazsolát is tett a elkészítő. Hát ez egy kicsit szokatlan volt, de íze, állaga, szerkezete kifogástalan volt, és a legtöbb kenyér is nagyon jól nézett ki, mutatós. A kenyerek vizsgálatát, ízlelését követően hozta meg döntését a zsűri, amit azonban csak később, augusztus 19-én hirdettek ki. A város nyári közösségi szabadidős program sorozatának zárását is jelentette az augusztus 20-ai nemzeti ünnep apropóján szervezett többnapos rendezvénysor. A gyermekek és felnőttek egyaránt számos esemény közül válogathattak. Programra találhattak azok, akik inkább a testmozgást helyezték előtérbe, de játszóházba, kézműves foglalkozásokra is invitálták a gyermekeket és szüleiket, valamint szórakoztatta az érdeklődőket a helyi művészeti csoportok fellépése is. A kenyérsütő verseny eredményét a nagy koncert előtt hirdették ki. A zsűri elnök és Szerző Ildikó polgármester adta át az Árokszállás kenyere 2024 díjat, amit Bozsik István örömkenyere nyert el. Az esti koncert fellépő együttese a TNT volt. A formáció népszerű, retro hangulatot idéző dalait rengetegen hallgatták a város főterén. Az eseménysort tűzjátékkal zárták.